Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofonnál, Király Tamás, és sokan kérték tőlünk, hogy hívjuk meg ismételten Drábik Jánost, akit ezúttal nagy tisztelettel köszöntök a stúdiónkban. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást, és hadd mondjam el, hogy ez ugyan megegyezik az én véleményemmel, de most mások véleményét mondom, hogy, hogy bizony ezt a rádió rádióadást, ezt az ország egyik legjobb rádióadásának minősítik, de olyanok, akik vezetőbeosztásban vannak, és ugye én ezt úgy szoktam mondani, hogy MB1-es, hát MB1-es. Úgyhogy ezt előre akartam bocsátani. Hát köszönjük szépen, és akkor, ha már MB1-esnek nevezett minket, akkor a műsor első felében egy kicsit önről beszélgetnék, már csak azért is, mert amikor legutóbb nálunk járt, akkor utána az életrajzával, életével kapcsolatban pont kijöttek cikkek, arra akkor részben reagált, de akkor rögtön azt kérdezném, hogy ha mondjuk mi tényleg egy MB1-es rádió vagyunk, bár ha kispénz kisfocit nézzük, akkor ez nem teljesen igaz, de mennyire tartja magát MB1-es történésznek, MB1-es embernek? Hát én se történésznek, se tudósnak nem tartom magam. Meg? Én egy ismeretterjesztőnek tartom magamat, aki amennyi tudást mégiscsak össze tudott szerdni abból próbálja az igazat megtalálni és közreadni. Ez egy reménytelen cél, mert a teljes igazat azt nem lehet megtalálni, de jelentős részeket az igazságból meg lehet találni. Na most, lehet, hogy ez egy nemes cél, de erre ráment az én karrierem. irányba? Ezért nem, ezért nem csináltam karriert, mert én jóval nagyobb karriert is csináltam. Tehát sokkal sikeresebb lehetett volna? Tessék? Sikeresebb lehetett volna? Sokkal sikeresebb is lehettem volna, hogyha nem ez a, a hogy úgy mondja a mániám, hogy meg kell találni az igazat, és, és azt közre kell adni, nem kell elalgatni, ki kell mondani, akkor is, ha érzékenységeket sért. Na most ennek az lett a vége, hogy valahol mindig kerékbe tört a karrierem. Hát ugye, úgy, én úgy indultam az egyetemen 1956-ban, egyébként zene jártam konzervatóriumot. Is? Én hát én cselista oh. voltam, és meghozzá az ország első tanára, aki a Zeneakadémia tanszékvezető tanára volt, Banda Ede, annak mindössze a konziba három vendége volt, és az egyik én voltam. Meghallgatott engem még, mikor nyolcadikos általános voltam, és azonnal mondta, hogy fölveszi, nem fölvesz engem, és, 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 nála tanultam, és rengeteget tanultam nála, és nagyon, nagy, nagyon jó viszony volt közünk. Szeret, szerettük egymást csak, hogy itt is miről, mi volt a helyzet? Mivel én későn kezdtem el tanulni, csak 13 éves, hogy el kell, és az a csalját is élik, hat éves korba elkezdeni. Mert ugyanolyan nehéz hangszer, mint a hegedű. És azt is hat éves, 4, 5, 6 éves, négy, öt, hat, így kezdik. És ennek dacára, de én nekem még lett volna, két vagy három évem a zeneakadémiáig. És kilencen voltunk testvérek. Hm. És egy másfél szogás lakásban laktunk. És az én éd köpbányán. És az és az én édesapám virágkertész volt. Okleveles virágkertész, aki a Kerepesi temetőnek a, a kertészetébe dolgozott, tehát olyan sok pénzt nem keresett. És az édesanyám, hát az nem tudott dolgozni, hát kilenc gyerek, jó, heten nőttünk föl. És másfél szobában laktak? Igen, másfél szobában. Úgyhogy, úgyhogy én, amikor leérettségiztem, hát kitűnőre érettségiztem, akkor <coughs> nekem kellett keresni egy egyetemet, ahol én kapok e, diákszálót. Szegények voltak egyébként? Hát, eléggé. És ez zavarta önt? Hogy? Hogy szegények? É, én, én azt kimerem jelenten, hogy szegények voltunk. De az édesanyám ez egy nagyon művelt asszony volt, és és, hogy csak valamit mondjak a műveltségére. Mindig szeretett énekelni. És mindenféle szép dal énekelt. És én 30 éves voltam, amikor megtudtam, hogy az egyik dal, amit érdekelt, az a Chopin második baladája volt. De én azt nem tudtam. És ilyen hasonló szinten volt az édesanyám óriási olvasítsága volt, folyett hát akkor a kőbányai másfél szobás, lakásban sok jelnek, van. De próbáltak polgári életet élni, vagy legalábbis valahogy. Nem, nem lehetett polgári életet élni. Csak az én édesanyám volt egy rendkívül mű, művelt asszony. Az apám nem volt ilyen művelt, de nem volt probléma, mert az én szüleim nagyon vallásosak voltak, és a vallás hozta őket össze. Római katolikusok? Nem, reformátusok voltak, és, és a vallás hozta őket össze. És a vallás nagyon komolyan vették. Tehát olyan komolyan, hogy sokáig úgy volt, hogy a nap a gyerekekkel imával kezdődött. Én... Önre milyen hatással volt a vallás én rám? a gyermekkorában? Hát én nagyon vallásos voltam. És és ez körülbelül eltartott, hát eltartott mondjuk úgy, hogy érettségig. Tehát a, a zene gimnáziumban én még vallásos voltam. Úgyhogy és nagyon sajnáltam, a jobbnál jobb tanárok előadják ugye a, 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 a természet, tudom, hát hogy a csillagok, mit tudom én, hát hány millió éve vannak, és, és, ugye van a naprendszer, és akkor van a tejútrendszer, ugyan a tejútrendszerben 2000 naprendszer. A, a, a tejutrendszerből meg megint hány milliárd, szóval ezt én nem tudtam aztán később a Bibliával összeegyeztetni. Mert teljesen világossá vált számomra, hogy a Biblia az, az egy, egy bizonyos kornak, egy bizonyos időszaknak a, a szülötte, és, és nem szabad szó szerint venni. Hanem szimbolikusan kell érte, értelmezni. Szóval én így kezdtem, de érdekes módon én most visszatértem a Bibliához. Na miért? Egy, egy óriási kerülőúton. Azért, mert, hogy csak hogy, mondja, hogy mondjak egy példát, egyetlen egy példát mondok. Ami ráadásul aktuális is. Hát én. Például ugye Laurent a aki ennek a legnagy nagy francia, hogy hogyan is alakultak, hogyan alakultak ki a, 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 Róma alapítóiban, akik szintén úgy voltak, hogy, hogy végül a mennybe mentek, tehát ugyanazt az életutat futották be, mint Jézus. Tehát, hogy, hogy Jézus tulajdonképpen egy, egy, így, úgy, amúgy, de, de egy a történelem során kialakult figura, és, és ennek a tudósa. És én olvastam, és másoknak is olvastam. Most nem mondjak, nem megyek bele, hát én, én azért fi, filozófia tanári szakot is végeztem. Az, az Ötvös Florát Tudomány Egyetemen. Nem kaptam. Minden vizsgámat letettem, nem kaptam diplomát, mert a diploma munkámat eh, eh, Lukács József volt, a, a, aki tanította a vallásfilozófiát, abból írta. És azt mondta, hogy tele van antimarxista nézetekkel, egy egymásikat. És hát közben én nekem meg is kellett élni, és akkor én úgy döntöttem, hogy lerakom az ügyvédi jogtanácsosi vizsgát és azzal az tényleg egy gyors karriert csináltam, mert végül is, mielőtt én kimentem Amerikába, az erőmű beruházási vállalatnak voltam a jogi osztály vezetője, egy nagy jogi osztálya volt és az én utolsó munkám a Paksi Atomerőmű szerződés megkötése volt orosz nyelven. Akkor ide hadd kérdezek, hogy sokan azt mondják, hogy az előző rendszerben az, hogy valaki kiusson külföldre, az, hogy karriert tudjon csinálni, ahhoz elengedhetetlen, hogy együttműködjön a kommunista pártal, és ugye az ön esetében is felvetették, hogy akkor most kommunista volt-e, meg egyáltalán hogy volt Igen, rendszer. Igen, na most gyorsan azért kezdtem itt ezzel, hogy, hogy én egy 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 nagyon szegény családból származok. Tehát nem kicsit szegény, hanem nagyon. Se az volt a különbség, hogy vallásos család volt, és a vallás megemelte. Mert minden testvérem vagy egyetemet végzett, de mindegyik például tanult hangszert. Hm. Így. Szóval olyan nem volt, hogy valamilyen hangszert ne tanult volna. Tehát zenét, minden, Úgyhogy, na, de menjünk tovább. Tehát én eljutottam 56-ba, kitűnő érettségi, eh, kitűnő tanár, de nem, én még nem, még nem mehettem Két, legalább két vagy három még kellett volna, amíg meg későn kezdtem. És ezért úgy döntöttem, hogy megyek egyetemre, fölvettek, és nem csak fölvettek, hanem azon az évfolyamon én voltam a népköztársági ösztöndíjas. Az, nem tudom, hogy ismerte, a legnagyobb ösztöndíj azon 360 forint volt, az nagy pénz volt. De a népköztársaság ösztöndíja 850 forint volt. az, az már közelített egy, 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 hogy úgy mondjam, egy tanári fizetéshez. Hát én amikor már végeztem az egyetemet, akkor kaptam 1150 forint fizetést. Hogy én nekem azért kellett egyetemre menni, nem mert érdekelt a jog, nem értekelt, hanem hogy kapjak egy külön szobát, és ott élhessek. És én úgy képzeltem naivul, hogy csinálom az egyetemet, és szorgalmas emberként csinálom a konzinak az utolsó két évét, ami még hátra volt. Akkor a zene jobban érdekelte, mint a jog. Hát csak az érdekelt. A jog De egyáltalán érdekelt. nem érdekelt. Mondom, holott megkaptam, mert én ragyogó jó káder voltam. Jöttem egy szegény munkás családból. Az egy más dolog, hogy aztán Rosszkáder lettem, mert 56-ban diszidált az egyik testvérem. És Washingtonban élt, amerikai felesége lett, amerikai családja. És az, az azt jelentette abban az időben, hogy akkor már igazán, eh, hogy úgy mondjam, bizalmas állásban és, és, már bizonyos szint felett az állások. az számításba se jöhetett. És, és akkor ezt megfejeltem azzal, hogy nem voltam pártak soha. Sőt, a kizbe is csak, mikor már negyedikes voltam. De hagy mondjam el, hogy én nekem az 56-ról én még én már írtam egy könyvet, de nem, nem magamat írtam meg. És azért annyit elmondok, hogy 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 amikor az a szörnyűség megtörtént, ami a csütörtökön, ugye a, a, a parlament előtt az a tömeg, és majdnem ott voltam. Csak azért tértem vissza, mert jött, mentem a rádiócából. És a, ott megláttam az Asztoriánál ilyen e, orosz e, e, páncélkocsikat, nem pantankok, páncél. És belenéztem. És akkor így volt rakva, egy pár fiatal olyan, mint én aztán így volt rakva, mint a fatuskok. Ez egy szörnyűséges látvány volt. Úgyhogy én végül. Visszamentem, nem mentem tovább a. Érezte, hogy ebből baj lehet? Tessék? Érezte, hogy ebből baj lehet? Hát e, azt nem éreztem meg, hogy a téren mi, hanem ez egy szörnyű látvány, volt uh -huh. nekem. Ugye? És én hazamentem, és, és én napokig ki se e, mertem bújni a, a. Most már az első napot teljesen kihagytam. Bár az első napom egy óriási kérdés fölmerült bennem, hogy hogy volt az, hogy én amikor a rádiónál a, a tüntetők olma lövöldözés volt, és a felvonuló ávosok között kis hülye ott voltam a középen, és így dobálták mellettem a. a a, a, a füstkrátokat. Nem tudtam másképp elmenekülni, csak átmásztam a, a kerítésen a, a múzeumba, és ott kimentem a, a, a Kálvin a téren. És mi volt ott a Kálvin téren? Már itt is nyomták a kezembe a fegyvert, meg ott is nyomták a kezembe a fegyvert. És még én kérdeztem is tőlük, hogy ti kik vagytok? És akkor mondták, hogy mi a Cseppeli ilyen-olyan, amolyan gyárból vagyunk, és ott volt raktár, és az már délután óta nyitva volt, mindenki hozhatta a fegyvert, mi is hoztuk, itt van, mi kelleket. Hármat is a kezemben nyomtak. Ez elgondolkodtatott, de a megfejtése, az sokkal ké... most tartok a megfejtésénél. De, de folytatni akarom, hogy, hogy mi történt velem. Azt akarom, hogy amikor lehetett jelentkezni már nemzetőrnek, akkor én első között jelentkeztem az egyetemen. Két napig egy másik társammal, fegyverrel jártuk körbe az, az egyetemnek, ott van egy jó nagy, hát tulajdonképpen ház blokk, ahol még ugye ott van a teológia és még más épületek. Utána a parancsnok, aki később, az Révész László docensről beszélek, azt a az utasítást adta nekem, hogy itt van naponta körülbelül száz ember, mert mindenféle pártalakulások, meg ilyen gyűlés, olyan. Nincs, nincs egy szendvics, amit kapnának. Úgyhogy a te feladatod, hogy itt legyen minden nap legalább szendvics, amit tudnának ők enni. És kaptam segítőtársnak négy bölcsészlányt, de én voltam a főnök, és az volt a feladat, hogy Sze Szedjünk össze minden élelmet, abból csináljuk ehető szendvicseket. És ugye akkoriban a bölcsészkar az ott volt a, a, a hídnál. Hát a híd, az még ugye a Erzsébet hídről beszélek. Most egy 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 katolikus ö, ö, rend visszakapta. De az akkor a bölcsészkar volt. És ott volt egy nagy konyha. Oda kellett vinni a nyersételt, meghözötett vissza. Ezt kondérba csináltuk a négy lány cipekedet, meg én is. Utána kaptunk egy, egy furgon autót, azzal csinált. Szóval ez volt. Gyorsan lépek. Eljön nevedik el. Ugye ott, ott a, a, az egyetemes jogtörténetét tanszék volt a raktár, az, az a Szerb utcánál van a magas földszinten. És én ott aludtam a földön. És ott volt körülöttem az egyre több, először 10 mázsa, 15 mázsa, 20, mindenféle étel, és és nem csak vidékről jöttek, hogy szalonna, kolbász, e, e, meg hát persze közelről a, a kenyerek, stb. De Bécsből jöttek több hordó tejpor például. Aztán jöttek hatalmas dobozokba, e, ilyen három kilós sózott vaj, az amerikai hadsereg, az amerikai volt. Szóval Mindenki hozta az adományokat? Ezt hozták oda, mert azt tudták, hogy az egyetemen mennyi ember tanácskozik. De különböző ő tanácskozások. Éjjel, nappal, szünet nélkül. És, és én őriztem, és nekem ebből kellett ételt adni. Na most eljön november negyedike, hát én is hallom, a, ami történik, és hát az Körülbelül voltam talán 70-80 nemzetőr, az, azok is ott voltak. Kezdtek elmenni, mert látták, jönnek az oroszok, stb. De az oroszok valójában csak hatodikán jöttek az egyetemre. Addigra már szinte mindenki elment. És elvitték Körül... az ételeket is? Elvitték Nem, az megmondom, hogy, hogy mi történt. Az, az történt, hogy, hogy a a... Az utolsó nemzet, török, azok már a harangkötte, a templom harangkötelén mentek el, mert a, a beállt egy orosz tank az egyetem térőten, ott, ahol a, a ma is egy kávézó van, és onnan szétlőtte az egyetem kapuját. És ott már nem lehetett kijönni, tehát a, a, a lejöttek a harangkötélen, és, és akkor a a, 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 a tulajdonképpen a teológián átmentek a pincén, hát segítettek nekik, ez, és akkor el tudtak menekülni. De én nem mentem el. ma ott volt több mint húsz mázsa élelem. És nem egyedül voltam, mert volt két kapor, akiknek az volt az állása, hogy kapőrök, és ők nem mehettek sehova, bátott, ott volt a lakások. Tehát hárman voltunk, hárman. És hát nekem volt ember volt pisztolyom, volt ez a kerek, e, e, géppisztoly mondjuk így, volt puskám, három fegyverem volt, és hát e, beállt egy tank a Szerb utcába is. Hát én fölrohantam a legfelső emeletre, ahol dupla tábla volt, és a tábla mögé raktam és lejöttem. És ott a kapuba, a szerbucai kapuba, hát lényegében csak a zárat kellett szétlőni, bejöttek a, az oroszok, ők csak fegyvert kerestek, fegyver nálam ugye nem volt, és akkor ott, ott voltak a, a pufajkások. És jött a pufajkásoknak a főnöke, és kérdezte, hogy te ki vagy? És akkor mondtam, én egy nemzetőr vagyok, így. Nemzetőr? Tessék megbilincselni. És akkor megbilincseltek, de komoly bilincsel, nem, nem olyan kis játékszerrel. És akkor körülbelül egy órán át faggatott, hogy én mondtam, hogy én mondom, én a gh voltam. Nekem élelme, itt van a rengeteg élelem. És akkor ez körülbelül másfél óra óráig tartott, hogy ott enge, engem ott kialgattak. És a probléma megoldódott, mert a, a lakók a környező házakból tudták, hogy oda mennyi élelmet hoztak. Széthorták. Kész. Nem, nem, nem volt tovább probléma vele. Úgyhogy engem megbilincselve, kettő elől, kettő utána, végigvitték a, a Kecskemét után, Kálvinté, Ráde utca, elvittek a Ráde utcai koleszba, Ráde utca 43-45, ma, ma, is lényegében diákszállók. Ott a Bakács tér felé már sok hulla volt, még nem volt idő őket, ugye, tehát hullák között Értem meg, és, és a kollégium előtt is voltak hullák, és akkor bementünk, ottal ebédelni szoktunk, ott, ott akkor szalmazsákok voltak, és a szalmazsákokon ilyen, hát hogy is mondjam, csíkos börtönruhák, meg fegyverek, meg re rengeteg kézigránát és akkor a kézigránátból ki kellett csavarni a gyutacsokat, akkor azt mindnek az én kezembe adták, és főraktak egy, egy teherautót, de a végén ők előre ültek, mert hogy ugye az könnyen robban, hogy a akkor, hát, akkor az én kezembe robbanjon. És bevittek az, a, a Zrínyi utcába, ott, ahol most egy színház van, de akkor az Ávónak volt az egyik központja, és hát akkor ott álltam a fal mellett, rengetegen voltunk. És akkor jött este kilenc óra körül a kihallgatás, egy, 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 egy orosz tiszt, meg egy Ávos kihallgattak. És <kül> mivel a, az akengem letartóztatott, azt adta tovább, hogy nem volt nála fegyver, ezért azt mondták nekem egy órás, meg, meg persze jegyzőkönyvet vettek, hogy mi most elengedünk, mert nem volt állatfegyver. De ha még egyszer elkapunk. Na most ugye én kb. fél tízkor kerültem az a utcába. Hova menjek? Ugye a, a szüleim még kőbányán laktak, a, a diákszáló szét volt lőve, ott, ott súllák. Úgyhogy. Én először mentem a, a, a lányok diák ami, a, ami akkor a Rákóczi után volt ott az Astoriánál. Nem fogadtak be. Nem félünk, utasított, semmi. És akkor ide-oda próbálkoztam. Végül eljutottam vissza az egyetemre, a szerbucával, ahol ahol én dolgoztam, azzal szemben volt a, a közgáznak egy, egy, kis dizákszálója. Nem az igazi nagy, egy kicsi. És én oda becsöngettem, és mondtam, hogy de már elmúlt tíz óra, hogy itt vagyok, nem tudok hová menni. És akkor mondták, hogy megvan tiltva nekik, nem? De ismertek, Bevettek azt mondja, egy éjszakai, itt lehetsz, utána el kell menned. És ez így volt, és akkor én szépen hazagyalogoltam kőbányára. Na most, én ezt csak azért mondtam el, hogy nekem ez volt. Engem azzal büntettek meg, hogy, hogy én, hogy elvették a a Népköztársaság ösztöndíjat. Nem azonnal, de elvették. És rájöttem, hogy fokozatosan én a jó káder, rossz káderre lettem. Van egy disszidens testvérem, a bátyám, Washingtonba, és se kisz, se párt, sehol nem vagyok, és így Érkeztem én el a diplomámhoz. Közben ugye azt elfelejtettem mondani, hogy én elmentem e, e, Dunafalvára házat építeni, és összeomlott a, a ház, és és a ház e, nagyon megs, szá, megsérültem. a csellónak? Eltört a, a kezem. De, az, de nem nagyon, de elég szerencsére eh, elég könnyen lehetett gyógyítani, úgyhogy ezért is tudtam én már nebzetőrnek elmenni. Mert eltelt vagy négy hét és az alatt. Na de ez elég volt ahhoz, hogy a csellót abba kellett hajnom, mert, mert azt már nem tudtam csinálni, ahhoz még kellett volna várni, vagy vásél évet. Na mindegy. Szóval lényeg az, hogy a zene abban maradt, csak lettem amatőr, és, és elvették tőlem ugye a, 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 magas ösztöndíjat, csak az átlagot kaptam, és munkahelyet kellett keresni, sehova nem kellettem. Végül az ötödik kerületi tanácsba fölvettek ilyen, hát nem tudom, hogy szabad -e ebbe a rád, mondani, tesz-e állásba, nem tudom, hogy Szabad ezt mondani, mert ez az volt. És közben azért az egyetemen tudták, hogy hogy ez a fickó tehetséges. Mert engem az egész jogból semmi nem érdekelt, csak a nemzetközi élet, és az a nemzetközi joggal volt kapcsolatban. Nem az orvos vele, de azzal volt kapcsolat. És én ott diákkör itt, vezető lettem, és, és úgy volt, hogy demonstrátor leszek, és bemaradhatok a tanszéken. Hajdú Gyula volt a professzor, de 59-ben, és ugye én, én, én 60-ban végzek, tehát egy, egy év van még hátra, azt mondja a Hajdú Gyula professzor nekem, hogy, hogy Hát most ki van írva egy pályázat, ami, amit a Lengyel Művelődési Minisztérium és a Magyar Művelődési Minisztérium írt ki a Lengyel és a Magyar Egyetemekre. Vegyél részt rajta, ha ben akarsz maradni. Miről szól a pályázat? A Varsói Szerződésről. Hát 59 az nem az az időpont, amikor dicsérni kellett a varcsony szerződést. 56 az az időpont volt, amikor, hát, euh, euh, hogy is mondjam, szóval dicsérni kellett, de nem szíthattad. Úgyhogy, úgyhogy, hát én, én írtam egy pályázatot, és hát az lett a vége, hogy én nyertem meg az első díjat. És ennek. Az volt a jutalma, hogy a lengyel kormány engem két hétig vendégül látott, de tényleg tejbe-vajba fülöztöttek, és én oda elmentem. Hát ez a két dolog maradt rám, de mégis ugye mivel én volt egy diszidens testvérem, nem voltam pártak, ezért szó se lehetett, hogy bemaradjak, mehettem egy ilyen, olyan állásban semmi szakmát az ember nem tanul. És így jött az, hogy a névai professzor, aki egy másik tanszéknak volt a vezetője, a polgári eljárásjogi tanszéknak volt a vezetője, akkor Német János volt az egyik tanárságén ott, akiből később lett a, a az Alkotmánybíróságnak az elnöke egy darabig, tehát én lettem volna mellett az egy, a másik tanársegéd. És eljött a névai professzor, az ötödik kerületi tanácselnök, és kikért engem. És úgy volt, hogy hogy én megyek tanársegédnek. És ekkor történt az, hogy, hogy be kellett adni, mert még kellett a formasság az volt, hogy hogy a a, a Kari Tanácsnak azt jóvá kellett hagyni, pecsétet kellett. De ez már általában, hogy is mondjam, csak formasság volt. És ekkor jött az a probléma, hogy én nem vagyok pártag, mert azért akkor még csak pártagokat vettek És ugye a, a névei azt hitte, hogy én is párt vagy, pártag vagyok. És én nem voltak pártag. Lehettem volna már. De, de nem léptem be, és azután sem léptem be. Semmikor nem léptem be. Most se vagyok, vagyok pártag. Úgyhogy, úgyhogy így történt meg, hogy az én önéletrajzomba az a bizonyos mondat belekerült, amit ugye egy történész kibányászott, és utána lehetett a, a drábikból egy kommunistát varagni. Ja, ez a bizonyos mondat, ez valahogy úgy szól, hogy milyen csodálatos a mi pártunk, meg a, ha, ha jól emlékszem, tehát, hogy ez nem, egy ilyen kommunizmus dicsőítő mondat nem. volt. az van benne, az van benne, hogy pá, tehát, hogy nem vagyok pártak, de pártak szeretnék lenni, kommunista meggyőződésem van. Ezt, ez diktálta le a, a, a névai. Hát, hát ez akkor egy, egy taktikai Ö, ilyen dokumentum leírás volt, és nem egy belső meggyőződésből hát, fakadó. Hát azért írtam bele, mert azt mondta a, a professzor, hogy próbáljuk meg így, ha nem vagy pártag, próbáljuk meg úgy, hogy beírod, hogy pártag akarsz lenni. És akkor a szöveg úgy, amit diktált, az úgy szól, hogy nem vagyok pártag, de pártag szeretnék lenni, kommunista meggyőződésem van, a marxizmusban képzem magam, stb. E, 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 ez, ez van a mondatban. És nem zavarta, hogy ezt le kellett írni? Hát hogy ne szavart volna, de hát én nagyon szerettem volna tanárságed lenni. Ez, ez, és nekem nem volt, más, nem volt más lehetőségem, mint hogy a itt későbbi élet után mutatja, hogy volt olyan életszakaszom ezután, hogy én másfél évig munkanélkül voltam. Ilyen is. De aztán végül nagyon gyorsan egy jelentős karriert csináltam, mert ugyanis az erőmi beruházási vállalat jogi osztálynak, ez egy nagy jogi osztály volt. Összesen nem mindenki volt jogász, de összesen tizen dolgoztunk ottan. És, de hát én azért tudtam ott vezető lenni, mert akkor már volt felsőfokú angol, felsőfokú német, oroszul is már, már, már tudtam, mondjuk tárgyaláson részt venni, tehát ezért én lettem a vezető. De, és, és előzőleg már akkor lehúztam hét évet a, a gyáros mint vezető Szóval ez így, így alakult, de engem sose érdekelt a jog. Ez a probléma, hogy soha nem érdekelt a jog, és, és egyedül a nemzetközi jog érdekelt, és a nemzetközi jog mögött is, hát ezért tanultam én filozófiát is. Hát én mondom, én teljesen elvégeztem az egyetemet, a dolgozatomat visszautasította Lukács József, és ugye a vallás, filozófiát ő tanította. És azt mondta, hogy, hogy ez antimarxista, írjak egymásikat. És akkor volt az, hogy azt már nem csinálta meg, és ezért nincs, nincs róla diplomán, de az összes ünnepet leraktam. És azért ez valahol, hát a, ebből nem lehetett volna megélni. De ez valahol a segítségemre volt, amikor én végül is a Szabad Európa Rádionál e, hát munkatárs lettem, majd pedig egy, 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 egy felelős vezető programszerkesztő, és egy darabig New Yorki tudósító is voltam. Mert egyébként arról volt szó, hogy a Varga Lászlónak, veszem át a, a, a 5000 fő. Me, me, ez meg volt minden papírom hozzá, ma is. Ma is megvan, nem lehet kétségbe vanni, mert ott van rajta az aranypacsét, és a, a New Yorki legfelső bíróságon raktam le 1981-ben már az esküdt, és amerikai, a, amerikai jogtanácsos. Az, eltelt. hogy Amerikába kikerült, az hogy alakult? Hát az, az úgy alakult, hogy én nekem volt egy Testvérem Amerikába, amerikai állampolgár, és az meghívott engem. És amikor én elmentem a, a, az amerikai nagykölte konzulátusra vizumért, akkor ők ezt leellenőrizték. És ugye arról volt szó, tehát, hát, hogy úgy mondjam, ha nem is családegyet is tett, csak látni. Hát én voltam előtte már látogatóban, visszajöttem. De akkor azt könnyen engedték, hogy menjen? Két-három nap. Uh -huh. Könnyen. Én ez, ez azért volt, mert ne, egyrészt ott volt a bátyám, küldte a, küldte a, a repülőjegyet oda-vissza. Tehát szóval problémátlan eset volt. Lehet, hogy azt remélték, hogy kint marad? De hát ők először is, 75-ben mentem ki először, és visszajöttem. Bizony, nem is tudom, 6 hét, hétig voltam kint. De nem, nem volt semmi probléma. Persze kellett engedélyeztetni a munkahelyemen, és ott engedélyezték. És én visszajöttem. És amikor másodszor kértem, megint engedélyezték, de akkor nem jöttem vissza. Mert mert annak dacára, annak dacára hogy én e, 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 szép karriert csináltam, én mindig valahogy szerettem volna e, egyetemi munkát végezni. Mert erre vágytam. És a, és Amerikában úgy nézett ki, hogy erre van lehetőség, komoly. Kom, komoly ajánlatokat kaptam, amiből sajnos nem igen valósultak meg, mert mindig volt valami akadály. Hogy már elmúltam 35 éves. Már már egyben egy voltam. Hogy ö, 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 nem ahhoz a valláshoz tartozok, ami, ami kellene. Mindig volt valami probléma. És éppként Amerika jobban tetszett, mint Magyarország ebben az időben? Hogy? Amerika jobban tetszett önnek, mint Magyarország ebben a, az időben? A, a, a Amerikával szemben illúzióim voltak. Ma már nincsenek. Amerikával szemben illúzióim voltak, és azért meg kell mondani, hogy azoknak az illúzióknak volt alapja. Mert az egy más Amerika volt, mint a mostani.